Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Gripsider, a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpinak hívnak is, a mai napon Balatoni Imrével beszélgetek, aki a Bethlen Gábor hagyományőrségnek az egyik alapítója, elnöke, és régi zenével foglalkozik. Szervusz Imre! Szervusz, üdvözlök mindenkit! Hogy jött a régi zene gondolata? Egyszer csak találkoztál vele, és egy ilyen szerelem első látása volt, hogy rögtön megtetszett, és ebbe az irányba indult el, vagy pedig ez egy hosszabb út volt? Az út maga az ugye hosszú, és talán nem is lesz vége, csak majd akkor, amikor már majd végleg leteszi az ember a lantot. Szóval igen, tehát ez egy szerelem első látásra, vagy hallásra egész pontosan, de látásra is, mindjárt elmondom, hogy miért. Tehát 1994-ben volt az első ilyen élményem, ami meghatározta életemnek ezt a részét. Van kazettán kiadott felvétel, a Muzika Historika zenekar Balassi Bálint kazettája, amin hallottam egy nagyon különleges hangú hangszert, amiről korábban semmit nem tudtam, ez pedig a koboz volt, és ez annyira megtetszett nekem, hogy elkezdtem utána járni, hogy az miféle, mire használják, és mégis mi ez az egész. És akkor szépen belecsöppentem, aztán meg beleástam magam ebbe a világba. Elmentem a Óbodai Népzenei Iskolába, ahol Koplas Kis Tamásnál kobosz tanszakon tanultam. Ő adta meg a szakmai alapjait ennek az egésznek, aztán pedig önállóan saját magam fejlesztettem. Sőt, olyannyira, hogy létrejött 2004-ben egy zenekar is, a Héttorony Hangászok, akikkel régi zenével foglalkozunk. Méghozzá olyan fajta régi zenével, ami nem feltétlenül koncerttermekbe való muzsika, hanem a várak falán ülve, a táborokban tűz körül megszólaltatva működik igazán, és igazából mi is ott érezzük magunkat igazán jól. Szoktuk magunkat hadizenésznek is hívni, ugye, hogyha katonai táborokban vagy csatarekonstrukciókon veszünk részt. Hát így kezdődött ez az egész. Előtte volt neked zenei alapod vagy képzettséged, vagy pedig meghallgattad ezt a hangszert, és akkor elindultál, az volt az első lépés a zene irányába. Hát kedvem, akaratom az volt, csak valahogy nem volt meg az a bizonyos kezdő lökés, vagy inspiráció, ami engem afelé tolt volna, hogy én ezt ténylegesen meg is tegyem. Úgyhogy tulajdonképpen nem volt semmiféle előképzettségem. Tehát nulláról indítottam el ezt a dolgot. A történelem iránt pedig már gyerekkorom óta ugye a szeretet az megvan, úgyhogy az a fajta inspiráció az megvolt. Aztán elkezdtem foglalkozni ugye rekonstrukció, tehát történelmi rekonstrukcióval is, ami nem csak a muzsikával kapcsolatos. A zene az örök, az volt, van és lesz, én azt gondolom. Mindenféle történelmi kornak megvan a maga muzsikája is, és ahhoz kapcsolódó összes művelődés történet és kulturális kapcsolat is, tehát azt, hogy ezt milyen körülmények között, hol, kiknek játszották, milyen hangszereken, és így tovább, és így tovább. Tehát ennek megvan a maga helye az adott korban, és ugye ennek a kikutatása egy nagyon izgalmas, érdekes feladat, ugyanis sok mindent is tudunk erről az egészről, meg nagyon keveset is. Tudjuk azt, hogy ugye létezett, azt is tudjuk, hogy többé-kevésbé a énekes könyvekből, kódexekből, hogy miket zenéltek, azt is nagyjából tudjuk, hogy milyen hangszereken zenélték ezeket, de azt viszont egyáltalán nem tudjuk, hogy ezek hogyan hangzottak. Írásos emlékünk van, de hát ugye hangfelvétel nyilvánvalóan nincsen, ezt nekünk kellett rekonstruálni. Ezért különlegesebb, vagy más, mint a tárgyrekonstrukció, ahol azért nagyjából legalább látjuk, hogy hogyan nézett ki az a valami. Na most a zenénél ez kicsit bonyolultabb, de hát van azért kiindulási alapunk, ugye tudjuk a hangszereket, tudjuk a dallamokat, azt is tudhatjuk esetleg, hogy ezt milyen körülmények között játszották, tehát nem mindegy egy zárt térben, egy udvarházban egy főúrnak muzsikálni, meg nem mindegy a csatatéren, úgyhogy ezeket összevetve rekonstruáljuk a muzsikáinkat. Mi kizárólag magyar muzsikával foglalkozunk, mert azt gondoljuk, hogy ez bőven elég a nagy fehér foltot egy kicsit megszínesíteni ez magyar muzsikának. A zenekarunk, az a Héttorony Hangászok zenekar, egy korabeli hangszereket használó zenekar. Használunk magyar dudát, ugye ami a korszakban egy közkedvelt hangszer volt, tekerőt, különböző ütős hangszereket, nagy dobot, meg kézidobokat, és hát ugye a pengetős hangszer ez egy nagy kérdés, mert ugye beszéltünk a kobozról korábban,
de hát ugye az a mai formájában, ami létezik, az akkoriban nem tudjuk, hogy létezhetett. Ugye a szó maga az a 13. században már leírásokban szerepel, de magáról a hangszerről tulajdonképpen semmit nem tudunk. Az, amit mi most koboznak nevezünk, az egy 19. században jelenik meg, úgyhogy nem tudjuk, hogy az valóban létezhetett több száz évvel ezelőtt is. Úgyhogy ez egy kérdés, itt néha használunk török hangszereket is, illetve arab világból érkező hangszereket is, amelyeket használhattak akár Magyarországon is. Ilyen a száz, ez egy hosszú nyakú török lant, illetve az arab ud, amely koboszhoz hasonló hangzást tud nyújtani mellé kísérő hangszerként. Ebből a hangszer összeállításból már látszik is az, hogy, hát ez, hogy ezek inkább kültérre, szabadtérbe való hangcsáló szerszámok hangosságuk miatt. Éppen ezért a különböző történelmi rekonstrukciós rendezvényeken azért ezek megállják a helyüket. Mondtad, hogy színesítitek ezt a nagy fehér foltot. Ez azt jelenti, hogy akkor amellett, hogy zenéltek, ez egy kutatással is jár, ha jól értem. Hát igen, mert ugyanezek megvannak ezek a kódexek, de hát azért ez nem úgy van, hogy leveszem otthon a polcról, és akkor ott van, tehát nyilván ilyen is létezik, sok megjelent különböző kiadványok formájában, könyvekben, vagy akár hanglemezeken is. Magyarországon is eléggé szép hagyománya, hogy a régi muzsikát, régi zenét azt rekonstruálják többen is. Tehát ezeket össze kellett szedjük, összefésültük, és alkalmaztuk ezekre a hangszerekre, amiket felsoroltam. És ugye a másik vonulata ennek, tehát a muzsikán kívül, az pedig a tánc, mégpedig a hajdú tánc, amivel elkezdtünk foglalkozni néhány éve, az egy 16.-17. században egy jellegzetesen magyar, vagy közép-európai, vagy kárpát-medencei tánc lehetett. Hát ennek a bemutatásával is foglalkozunk. Ez sem egy olyan feladat, amit így kapásból meg lehet oldani. Sok kérdést vet fel, de azért van más segítségünk is, ez pedig a magyar népzene. Onnan nagyon sok párhuzamot tudunk meríteni, például a tánccal kapcsolatban, és a mai eszközös táncokat hívjuk segítségül, amikor a korabeli táncokat kívánjuk rekonstruálni, de hát a dallamokkal kapcsolatban is nagyon sok hasonlóság van a népzené és a korabeli leíratok zenevilága között. Mire mondjuk azt, hogy régi zene? Van ez történelmi korhoz kötve, vagy a régi zenén belül vannak korok? Tulajdonképpen ez zenei korszak meghatározás. Régen nevezhetjük az ókorit, középkori reneszánsz zenét is, sőt a barokkot is annak szokták, a későbbieket már annyira nem. Akkor mondhatjuk azt, hogy már nem régi zenéről beszélünk, amikor olyan hangszereket találunk, vagy találunk, amivel ma is. Tehát ezek a úgymond modern hangszerek, amik a 18. században alakultak ki, amivel a mai klasszikus zenében is találkozhatunk. Mert ugyanis ezek a régi zenei hangszerek, ezek nem ilyenek. Nyilván megvan a kapcsolat, meg a fejlődést, az ki lehet mutatni nagyon sok hangszernél. Éppen ezért a beszerzésük, az elkészítésük sem annyira egyszerű, tehát nem tudunk bemenni egy hangszerboltba, hogy vegyünk egy olyan hangszert, amit a 17. században is használtak, hanem ezt el kell készítetni. Tehát a különböző hangszerészek vannak, akik ezzel foglalkoznak. Amikor én ezt még nem tudtam, tehát azt gondoltam, hogy ha én bemegyek egy hangszerboltba, ez Egerben a 90-es évek közepén volt, és a Minaret hangszerboltban mentem be, hát hol máshol, mint hogyha ott biztosan találok egy ilyen hangszert. Hát ugye a bassgitárok meg a dobfelszerelések között sétálgatva, kicsit már el is keseredtem, hogy hát itt ilyen hangszereket nem fog találni. Amikor az egyik sarokban megpillantottam egy hosszú nyakú, bundozott, nagyon szép, körte alakú hangszert. Meg is kérdeztem az eladótól, hogy mi lehet az. Hát ő nem tudta, de hát azért utána nézett, mégis hogy kihozta be, meg hogy mennyibe kerül. És akkor így jutottam hozzá az első régi, illetve most, tulajdonképpen most is használatos Törökországban a 100 baglama nevű hangszer, amelyet 4000 forintért tudtam megvenni Egerben. Aztán később kiderült, hogy az hogy került oda az a hangszer. Az akkori egri polgármester kapta a török nagykövettől, akinek hát valamiért ez nem tetszett, és beadta a hangszerboltba, az került hozzám. A hangszerek beszerzése sem egyszerű, hát most már nyilván azért talán egyszerű, mert könnyebben lehet külföldről is beszerezni ezeket a hangszereket, de hát nagyon jó mai neves hangszerkészítők is vannak, akik foglalkoznak ilyesmivel.
a régi zenén belül, akkor ha jól értem, te a törökkori zenével, korszakkal foglalkozol, nem csak úgy, hogy a zene, hanem ott van mellette a tánc is, meg az életmód is. Igen, tehát a csapatunk, a Bethlen Gábor Hagyományőrség, az 2002-ben alakult, azzal a céllal, hogy a 16.-17. század művelődés történetével, történelmével, kultúrtörténetével foglalkozzon, és ezt rekonstruálja, kutassa és bemutassa. Ezzel foglalkozik a csapatunk, ugye ennek a része a zene, és hát ennek a része az összes többi más, amit az előbb felsoroltam, tehát igen széles körűen foglalkozunk ezzel a korszakkal, gasztronómiába is bele kóstoltunk szó szerint, járjuk az országot, járjuk Európát, és különböző történelmi rekonstrukciós rendezvényeken veszünk részt, ezzel is bemutatva a 16.-17. századi magyar kultúrát itthon is, és külföldön is. Mondtad, hogy a hangszerek ebben a korszakban nem ugyanazok, mint most. Honnan tudjátok, hogy amit játszotok mondjuk egy hangszeren, az nagyjából az, ami tényleg ebben az időszakban megszólalt? Van-e olyan, amivel tudjátok ezt ellenőrizni, illetve van-e olyan, amiben szakmai vita van, vagy mik azok a kérdések, amik most foglalkoztatják azokat, akik régi zenével, 16-17. Századi magyar régi zenével foglalkoznak? Szakmai vita mindig van, és lesz is, ami mondjuk jó, hozzá is adhat, meg akár el is vehet. Én az egyik legnagyobb problémáját abban látom, hogy külön választjuk a úgynevezett régi zenét a népzenétől, de hát azt gondoljuk, hogy mivel adott a hangszer, adott az, amit játszottak, meg esetleg az is, ahol játszották, ezért tudjuk azt mondani rá, hogy így hangozhatott, tehát mi is csak így mondjuk, hogy így hangozhatott, tehát nyilván nem mondhatjuk, hogy valóban így is hangzott, mert nem tudjuk. Tehát én azt gondolom, hogy ezek alapján ez már eléggé behatárolható kör. Amikor elképzelem azt, amivel foglalkozol, akkor nekem egy ilyen balassi figura jut eszembe, aki szorosan kapcsolódik a népzenéhez is, meg a műirodalomhoz, vagy hát a magas irodalomhoz, és ugyanígy kapcsolódik az egyházi zsoltárokhoz, dalokhoz is. Nagyjából ez a kép, ami így megjelenik a szemem előtt, ez jó, vagy helytálló, tényleg megvannak ezek a kapcsolódások? Hát persze, ugyanis Balassi Bálint is szövegeket írt meglévő korabeli dallamokra. Tehát meg is adja a nóta jelzéseiben, hogy azt a bizonyos versét, amit ő nem versnek mondott, hanem éneknek, tehát ezt ugye énekelni kellett, melyik dallamra kellett előadni. Vagyis egy korabeli, a nép által széles körben ismert dallamot használt föl, és arra írt szöveget. Tehát ez valóban egészen jól behatárolja azt, amit dolgozunk, tehát a mű és a népnek a keveredése. Azt is említetted, hogy máshogy zenéltek akkor, amikor egy zárt térben egy főúrnak kellett mondjuk játszani, és máshogy akkor, amikor a csatatéren. Miben volt a különbség? Hát nyilván másfajta igények voltak egy főúri lakomán, meg más egy katonai táborban, vagy akár a harcmezőkön. Ugye az megint más, mert őt ugye vannak olyan vélekedések, hogy ugye ezek ugye a hadizenész, ugye az valamilyen másfajta funkciót is betöltött. Az udvari zenész az egy megfizetett, megbecsült szolgáltatóipar része volt. Őt azért fizették, hogy a főurakat szórakoztassa. A különböző táncmulatságokon, főúri lakomákon, stb. Stb. Tehát az egy tanult, kiművelt művész volt. Ilyen volt például Bakfart Bálint is, hogyha a hazai példákat említjük. De ilyen lehetett akár Tinódi Sebestyén is, hát ő is főúri szolgálatban lévő udvari lantos volt több helyen is. Bár itt most megint belemehetünk egy másik szegmensébe a dolgoknak, ugye ezek az énekmondók, akik ugye egyedül járták az országot, és ugye a korszak tudósítói riporterei voltak, járták a különböző csaták, események helyszíneit és adatokat gyűjtve énekelték meg azok eseményeit. Egészen más funkció volt ez, tehát a udvari muzsikus és a úgynevezett mezei, aki a harctereken, kint a csatatéren végezte ezt a tevékenységét. Ugye rengeteg ábrázolásunk van ebből a korszakból. Ezekből is nagyon sokat tudunk meríteni, hogy egyáltalán hogyan néztek ki, és hogy milyen hangszereik voltak. Mondtad még, hogy kobzon kezdtél el tanulni, és azt is mondtad utána, hogy viszont az első hangszered az nem egy koboz, és az is kiderült, hogy a héttorony hangászokkal többféle hangszert használtok.
ha tudsz az egyiken játszani, akkor ez könnyen transformálható a másikra? Teljesen más. Ezeket újra kell tanulni az összes hangszert. Teljesen más gondolkodást igényel szinte az összes. Nagyon kevés dolog van, amit át lehet ültetni. Nyilván ugye a hangszer formájából, húrozásából, hangterjedelméből adódóan teljesen különbözőek. Abban is különböző, hogy mit lehet vele eljátszani, mit nem lehet. Tehát ez éppen ezért kell többféle hangszert is használni, mert hát nem lehet mindent mindennel eljátszani. Megvannak nyilván a korlátai hangszereknek. Amikor egy rendezvényen veszünk részt, ülünk a várfalon, akkor ugye erre nincsen mód, akkor ugye egyféle hangszert tudunk csak használni. Ugye ez csak akkor alkalmazható, hogyha egy belső térben, egy koncert formájában mutatjuk be ezt a fajta muzsikát. Neked személyesen milyen hangszereid vannak, vagy melyikeken tudsz, miken tudsz játszani? Hát van ugye a koboz, az első nagy szerelem, de hát ugye ott van a száz is, aztán az arablant, most kóstolok bele a mandolinba, ugye az egy kisebb méretű tengetős hangszer, illetve az ütős hangszereken is próbálkozom játszani, de hát van egy gyűjteményem, tehát én igazából ezeket szeretem magam körül tudni, és látni, és gyönyörködni benne, van ott van egy falon, ahova ezeket kirakom, és időnként előveszem őket, megpróbálom értelmezni, megérteni ezeket a hangszereket, belegondolni abba, hogy ezt, aki használja, az milyen lehetett, milyen ember lehetett, hogy milyen funkciókat tölthetett be. Tehát ez egy érdekes dolog, amikor az ember egy hangszert a kezébe vesz, akkor nagyon sok mindent meg kell értenie magáról is, meg a hangszerről is, vagy megtanulnia, hogy azt igazán jól tudja használni. Ugye ez egy folyamat, soha nincs vége. Van olyan hangszered, ami valamiért kedvenc, akár a hangzása miatt, akár egy olyan történet kapcsolódik hozzá, ami miatt kedvencé vált? Hát igen, ez a száz, ezzel a történettel, amit az előbb elmondtam, tehát ez az egri história, ugye, hogyha Tinódinál maradunk. De hát ugye a kedvenség az ugye megmaradt a koboznál, amit ugye most már ugye nem használok az előbb említett ok miatt, hogy ugye nincsen bizonyítva, hogy ezt akkoriban is használhatták, de hát ez igazából egy nagyon jól kitalált, nagyon jól működő, nagyon jól használható hangszer pedig. Szerencsére, hogy azt is mondhatnék egy kis személyes, még inkább személyesebb dolgot, hogy a kisfiam is előszeretettel veszi el a dobot, tehát ő is jár velünk különböző rendezvényekre, tehát már ő is félig meddig a zenekarunk tagja, talán lesz ugye folytatása vele kapcsolatban is. De jó, mennyi idős ő most? Most már 14 éves, de hát már tulajdonképpen 8 éves kora óta jár velünk, hát külföldre is, és nagyon nagy lelkesedéssel és büszkeséggel jön velünk. Amikor hívnak titeket, mint héttoronyhangászok, akkor mi jellemző koncertre hívnak, és akkor bemutatjátok, hogy mit tudtok, és a közönség meghallgatja, vagy ennek egy oktató funkciója is van, vagy tud lenni? Illetve amikor ültök a várfalon, azt én nagyon úgy képzelem, mint mondjuk amikor ülnek ma az emberek a tábortűz körül, és valaki gitáron zenél. Valami hasonló a funkciója ennek a zenének is? Hát igen, tulajdonképpen így van. Hát mi ezzel próbálunk ismeretet is terjeszteni, és átadni azt a fajta tudást, amit mi ezekről a hangszerekről és a zenéről tudunk. Tehát a koncertjeink sem csupán zenei koncertek, hanem amolyan kis művelődés történeti előadások is, tehát bemutatjuk a korszakot, hogy hova kell ezeket belehelyezni. Ugye a korabeli viseletben vagyunk, tehát arról is néhány szót tudunk említeni, hogy ezeknek a funkciói mik voltak, és hát ugye a hangszerekről is egy részletes bemutatót adunk, és hát a muzsikáról is. Hogyha olyan a közönség, akkor ugye a koncert végén akkor föl is szoktuk őket egy kicsit állítani, megmozgatni a csapatot, hogy ne csak üljenek, hanem mozogjanak is. Ha így ilyen nagyobb csatorekonstrukciós rendezvényen vagyunk, akkor vele különböző felvonulásokon veszünk részt, sőt magában a csatorekonstrukcióban is, mint zenei kiegészítő program részt szoktunk venni. Ezeken a csatorekonstrukciós programokon, vagy újrajátszással kapcsolatos programokon, ezeket hogy kell elképzelni annak, aki még nem volt ilyenen? Általában ezek a rendezvények olyan helyszíneken jönnek létre, ahol van valamiféle korszaki kötődés. Tehát történt ott valamiféle 16. vagy 17. századi esemény, ugye Magyarországon rengeteg ilyen van, de hát külföldön is, és ott az eseményhez kapcsolódóan a legközelebbi hétvégén, amikor ez az esemény történt, egy fesztivált rendeznek. Ez lehet városi rendezvény, vagy csak egy kisebb, egy múzeumi rendezvény is akár.
hogyha van erre mód, akkor fölépítünk ott egy korabeli tábort, vagy akár többet is, vagy akár a szemben álló feleket is meg tudjuk mutatni. Úgyhogy igen, tehát oda bejöhet a közönség, nézelődhet, kérdezhet, fölpróbálhat, kipróbálhat, meghallgathat, megkóstolhat mindenféle olyasmit, amit akkor is megtehetett volna, hogyha akkor él. Úgyhogy ezt ilyen kis időutazásnak szoktuk nevezni, számunkra is az. Ugye hát ugye a hétköznapi életünket ilyenkor letesszük, és ugye mi is visszautazunk egy jó pár száz évvel korábbra, illetve hát a közönség is belecsöppenhet ebbe a korszakba. Magyarországon ezt a fajta rendezvény, vagy csatorekonstrukciós, vagy történelmi rekonstrukciós rendezvényeket még annak ellenére, hogy nagyon sok van, tanuljuk, mert hát nálunk volt egy olyan időszak, amikor ilyeneket nem lehetett rendezni. A 90-es évek eleje közepétől kezdve kezdték el újra felfedezni és tanulni. Aztán ugye most van egy nagyon nagy felfutása ezeknek a fesztiváloknak, de hát ugye más országokban, inkább nyugat felé, folyamatosan a hagyománya. Van például egy Bajorországban olyan csapat, aki egy 17. századi csapatnak a mostani változata. Tehát azóta kimutatható a folyamat, tehát most is létezik. 17. század óta? Igen, tehát az első alapítás ugye akkor volt, ez egy tulajdonképpen egy, nem egy katonai csapat, egy polgárőr egyesületnek mondjuk most, ami akkor alakult, és most is megvan a jogfolytonossága. A 17. századi viseletekben vannak? Vagy, igen, abban vannak, igen. Aha, tehát megmaradt a külsőség, ami hozzájuk. Igen, 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 igen. Hát olyannyira van ez az ő életükben, vagy a nyugati európai emberről beszélek, például Gróléba szoktunk menni, két évente van a Európa legnagyobb 17. századi fesztiválja. Azt az eseményt próbálja bemutatni, amikor az Oranje, vagyis a németalföldiek visszafoglalták ugye a spanyol Habsburgoktól Hollandiát, és újra független állam lehetett. Tulajdonképpen az egész kisváros, ez Gróléban van, ez egy 10-11 néhány ezeres kisváros, tulajdonképpen mindent átalakítanak a 17. századi formába. Az étteremben 17. századi ruhában felszolgáló hölgyek vannak, föl van szórva szalmával, nem látszik a térkő, a két ház között kifeszített kötélen 17. századi ingek száradnak, és így tovább, és így tovább. Hazérkezik a holland úr az Audiával, beáll a garázsba, kiszáll belőle, átöltözik 17. századi ruhába, felszórja a szalmával, és elkezd sütögetni a hordója mellett ülve. Úgyhogy ezeket ők élik, átélik. Mondom, Magyarországon is eléggé jól halad az irányba, hogy ez működhessen. Igen, jó kezdeményezések vannak. Hát bízunk benne, hogy ez tovább fejlődik, és még jobb és jobb lesz itthon is a helyzet ezügyben. Volt egy forgatás, amiben te is részt vettél, a Digitális Legendáriumnak készült egy múzeumpedagógiai anyaga, ami aztán nem készült el. E kapcsán szeretném kérdezni, hogy egyrészt neked milyen volt ebben benne lenni, vagy emlékszel erre a forgatásra? Persze, igen, nagyon jó volt. Nagyon sajnálom egyébként, hogy nem készült el, mert ez szerintem egy nagyon sikeres és tartalmas és jó forgatás volt. Részleteit már láttuk, de hát az egész film az sajnos még nincs kész, de hát bízunk benne, hogy elkészül. A csapatunk munkájába igen jól beleillő munka volt. Ugye hát nem ez volt az első, és nem is az utolsó, amit azelőtt is, meg azóta is különböző ismeretterjesztő filmes munkákban, amiben részt vettünk. Ugyanis a csapatunknak is nagyon, tehát nem csak rendezvényeken, koncerteken, fesztiválokon való részvétel a profilja, hanem például ilyen ismeretterjesztő filmekben való részvétel is. Különböző blogokat írtak tagjaink, akik ezzel a korszakkal kapcsolatos érdekességeket írnak le. Kiadványokat adunk ki mi is. Ugye volt egy Katonák Bethlen Gábor korában balcébű elektronikus könyvünk is, amivel ugye saját magunk illusztráltuk a nemes történészek által leírt szöveget. Abszolút beleillett ez a mi tevékenységünkbe, és mondom, hát azóta is volt már egy néhány film, amiben részt vettünk. Ezen kívül különböző konferenciákon adjuk át ismereteinket az érdeklődőknek, meg megpróbálunk mindig valami olyasmit kitalálni, olyan újdonsággal előállni, amit már még más nem foglalkozott.
ugye ez korábban ez lehetett a zene is, ugye nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a fajtával, tehát amikor kiülünk a várfalra, és így tovább, amiről az előbb beszéltünk, most se sokan csinálják egyébként ezt így. Emellett mondhatnám azt is, hogy nem csak egy hétvégére veszünk fel ezt a tevékenységet, hogy így mondjam, hanem akár egy hétre is, ugyanis egyszer kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, hogy csinálnánk egy menetelést. Egy történelmi menetelést Bethlen Gábor nyomán, mert pedig azt jelenti, hogy Kassáról elgyaloglunk ebben a korabeli viseletben, felszerelésben Sárospatakra. Ezt minden évben, július 3. hete előtt meg is tesszük, mindenféle külső segítség nélkül, ez körülbelül olyan 100 kilométeres út, amelyet gyalog teszünk meg ott aludva, ahol éppen ránk talál az este. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes, ez is egy rekonstrukciós munkának tekintjük, ugyanis nagyon sok mindent megtanulunk arról, a felszerelésről, amit viselünk, hogy azt hogyan használhatták akkoriban, hogyan viselkedett, vagy éppen hogyan nem, és akkor azon változtatni kell, meg hát magunkról is. Mert hát ezzel az egy hét alatt mindenféle tekintetben visszacsöppenhetünk, akár több száz évet is az Emplén vadregényes tájaiban. Úgyhogy hát most sajnos az idei rendezvény az valószínűleg nem fog megvalósulni, bár nem tudjuk, hogy a határok azok mennyire lesznek nyitottak. Tavaly volt a 10. ilyen menetünk, ezt szeretnénk továbbra is folytatni. Úgyhogy igyekszünk mindenféle ennek a korszaknak bemutatni, mert azt gondoljuk, hogy ez mutathat egy igazán olyan képet erről az egészről, amit csinálunk. Korábban ezt úgy hívták, ezt a tevékenységet, hogy katonai hagyományőrzés. Na most itt jönnek a kérdések, hogy hát ez miért csak katonai hagyományőrzés? Egyrészt nem csak katonák léteztek akkoriban, másrészt ugye most ebben nem is menjünk bele, hogy ez szerintem nem is hagyományőrzés, de ez már egy másik kérdés megint. Éppen ezen gondolkodva jutottunk el odáig, ezt bizony szélesíteni kell ahhoz, hogy magunk számára is egy igen széleskörű képet kapjunk, meg az érdeklődő számára is. Tehát amikor mi fölépítünk egy tábort, akkor ugye nem csak a katonák vannak ezekben a táborokban, hanem különböző kézművesek is, akik akár maguk a katonák is lehettek akkoriban is, például a hajduk simán. Van közöttünk csiszár, van írnok, van fürdőmester, van, aki korabeli gasztronómiával foglalkozik, van, aki a korabeli orvoslással foglalkozik, a gyógynövényekkel, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy ennek így van igazán értelme, és ezért ezt a komplexitást vettük már jó régen egyébként a zászlónkra. Ez egy egészen izgalmas világ, amit kibontakozik, meg amit látok, meg amiket csináltok, és ez eddig nem derült ki, de amennyire tudom, ezt munka és család mellett hobbi volt, tehát hogy nem ez a megélhetés senkinek se. Persze, igen, mi egy civil szervezet vagyunk, mi ezt hobbiből, hétvégén, szabadidőből, terhére, család mellett tesszük, nyilván ezért ez jár egyfajta lemondással. Na de hát melyik hobbi nem ilyen? Tehát hogyha valaki valamit komolyan csinál, abba az bizony másképp nem lehet. Tehát mindig ezt szoktam mondani a többieknek is, amikor ezzel beszélgetünk, hogy hát egy motorozás, vagy egy horgászat, vagy egy vadászat, az mennyivel másabb semmiben. Annyiban, hogy közismertebb. De ugyanannyi időt, energiát és pénzt igényel, mint ez a fajta tevékenység, amit mi is teszünk. Hát igen, nagy köszönet jár a családjainkért, ezért az egészét, hogy ez eltűrik, de hát szerencsés helyzetben vagyok, mondhatom azt, hogy a kisfiam is követ, így azért jóval könnyebb. Zenéhez visszatérve és lezárásként meg lehet, vagy meg tudod állapítani, hogy mi az, ami régi zene, mi az, ami nem, mi az, amit hallás után meg lehet mondani egy zenéről. Vagy inkább talán úgy érdekesebb, hogy annak, aki ezt hallgatja, ő mi az, ami alapján el tud igazodni, hogy ez akkor most hiteles, vagy kevésbé hiteles, vagy milyen korszakhoz tartozik. Hogy az másoknak mennyire lehet fontos, vagy más érdekes csak így kapásba, hogyha nem kifejezetten erre kíváncsi, ezt nem tudom megmondani. Mert ugye én vagyok az elsődleges fogyasztó, ő meg a másodlagos fogyasztó, én meg a közvetítője az egésznek. Talán így tudom legjobban ezt megfogalmazni. Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, és akik pedig ezt hallgatják, akik hallgatjátok ezt a beszélgetést, köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy velünk voltatok, és keresétek a Digitális Legendáriumot a Facebookon meg a YouTube-on, és további szép napot kívánok!